A Balmazújvárosi Egészségfejlesztési Iroda munkatársai szeptemberben a Lengyel Menyhért Könyvtár olvasó termében két előadást valósítanak meg. Az első előadás szeptember 3-án volt, melyre nagyszámú közönség ment el. Ennek témája a pajzsmirigy betegségei voltak. Az előadást dr. Kovács Tibor belgyógyász háziorvos tartotta. Sok szeretettel köszöntünk mindenkit a Balmazújvárosi Egészségfejlesztési Iroda nevében. Nyilván mindenki tudja, milyen előadásra érkezett, de azért elmondom, pajzsmirigy betegségekről lesz szó. Az előadó pedig dr. Kovács Tibor, háziorvos és belgyógyászorvos. Nagyon örülünk, hogy ennyien eljöttek. Nem számítottuk őszintén, megmondom, ennyi emberre. És nagyon szépen köszönjük a könyvtárnak, hogy megvalósíthatjuk itt ezt a programot. A pajzsmirigy az ember legnagyobb hormontermelése specializálódott szerve, sajnos rengetegen küzdenek a problémás működése miatt kialakuló betegségekkel. Mivel minden metabolikusan aktív sejtre hat a pajzsmirigy, ezért nagyon-nagyon változatos tünetek figyelhetők meg, ha valakinél pajzsmirigy alulműködésről beszélünk. Nagyon larvált, tehát alig észrevető tünetektől a nagyon súlyos tünetekig mindent láthatunk. Nyilván a nagyon súlyos tünetek, ez azt kell, hogy legyen egy egyén, aki azért elhanyagolja magát, vagy a környezet ennyire nem foglalkozik az egyénnel, és nem veszik észre, mert sokszor a hozzátartozó veszi észre, hogy valami megváltozott. A túlműködésnek milyen tünetei vannak? Hozzáteszem, ritkábban találkozunk túlműködéssel, szerencsére, mert nehezebb a kezelése, mint az alulműködésnek, de nem lehetetlen. Úgy általában elmondható egyébként, hogy ha valakinek pajzsmirigy betegsége alakul ki, azért ne legyen világvége hangulata. Az egyik legjobban kezelhető betegségekről beszélünk. Mind a túlműködés, mind az alulműködés nagyon jól lehet kezelni, a göbeket, cisztákat a helyén kell kezelni, majd erről fogunk beszélni, és nagyon-nagyon ritkán kell nekünk arra gondolnunk, hogy itt egy olyan gyógyíthatatlan betegség van, vagy rák, amivel, hogy is mondjam, most egy nagyon mély depresszióba kellene esnünk. A csütörtöki előadás anyagát a Daru TV Balmazújváros egészség magazinjában hamarosan teljes egészében láthatják a kedves nézőink. A Balmazújvárosi EFI következő előadása jövő héten csütörtökön, azaz szeptember 16-án lesz. Dr. Gyékés Gyula gasztroenterológus főorvos tartja 17 órától a Lengyel Menyhért Városi Könyvtár olvasó termében. Ennek témája a vastagbélbetegségek lesznek.